Új dohányipari különadó bevezetését tervezi a kormány, ezt Lázár János, a miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be ma a Kormányinfón. A tárcavezető azt is közölte, hogy Magyarország egyetlen visszatoloncolásra váró illegális bevándorlót sem vesz vissza. A kormány a korábbi tervektől eltérően inkább a Városliget park jellegét erősítené, és zöld felületté alakítanák a nyugati pályaudvar környékét. Lázár János ezúttal új partnerrel, Kovács Zoltán kormány szóvivővel érkezett a szokásos csütörtöki kormányinfóra. A tájékoztató egy újabb adóteherbejelentésével kezdődött. A kormány január 1-től külön adóval sújtja egyebek mellett a mentolos és a vékony szálú úgynevezett slim cigarettákat. Az egészségre különösen káros, kiemelt veszélyt jelentő dohánytípusokat fogjuk 4 forint per szál adóteherrel sújtani a következő időszakban. A miniszterelnökséget vezető miniszter azt is bejelentette, hogy a kormány megvizsgálja a multinacionális cégek, így a kiskereskedelemmel foglalkozó áruházláncok foglalkoztatáspolitikai helyzetét. Tehát az a hír, amely arról szól, hogy több embert kellene foglalkoztatnia, minél nagyobb egy vállalkozás, az nem alap nélküli. A kormány ennek a lehetőségét is meg fogja vizsgálni, illetve minden olyan lehetőséget megvizsgálunk, amely arról szól, hogy aki nagyobb, az többet vállaljon a közteherviselésből. A kormány ismét új álláspontot képvisel a Városliget fejlesztésének kérdésében. Kevesebb múzeum épül, ráadásul a nyugati pályaudvarig kiterjesztenék a zöldövezetet. Lázár János reagált azokra a sajtóhírekre is, amelyek szerint a kormány főbizalma megrendült volna benne. Nekem arra időm, hogy lögdösödéssel, vagy mármint politikai párton belüli lögdösödéssel, vagy politikai szappanoperákban való részvétellel töltsem az időmet, erre nekem sem kedvem, sem időm nincs. Az, hogyha a politikai ellenfeleim támadnak, és megpróbálják ellehetetleníteni, hogy dolgozzam, ezt teljesen megértem, ezt az ellenzék egyébként viszonylag korrektül végzi. Szerintem a fideszes politikus társaimnak meg az az érdeke, hogy dolgozni hagyjanak. Tehát jó lenne, hogyha leállnának, és most már hagynának dolgozni. A menekült helyzettel kapcsolatban megerősítette, hogy Magyarország jövőben is befogad minden politikai menekültet, ám egyetlen illegális gazdasági bevándorlót sem hajlandó beengedni. Új kihívás előtt állunk, ez pedig az, hogy kb. 40 ezeren jelezték, 40 ezer ember képviseletében jelezték azok az országok, ahol ezek az emberek tartózkodnak jelen pillanatban, hogy ezek az emberek Magyarországra kerülnek visszatoloncolásra. Nem tervezzük, hogy átvesszük őket, hogy világosan fogalmazunk. Lázár János szerint az Európai Unió továbbra sem tudja megoldani a migráns helyzetet. A miniszter nem kívánta minősíteni, hogy az osztrákok oldalsó szárnyakkal ellátott kapuknak nevezték el a szlovén határa tervezett kerítést, és felszólította Görögországot, hogy tartsa be a schengeni egyezményt.